Szálltak az óriás szappan buborékok a kellemes nyári időben a Szent Antal kápolna melletti téren. A családi piknik gyermekkoncerttel indult, de volt latin fitness bemutató, interaktív hangszerismertető, egész délután zajlottak a kézműves foglalkozások, és ír népzenét is lehetett hallgatni. A városrészben élők gyakran szerveznek közösségi programokat, de ez volt az első nagyobb léptékű városi szervezésű program. Minden egyes összejövetelt fontosnak tartok, mert az kell, hogy az emberek ismerjék egymást. Ne csak úgy menjünk el, a lakókra gondolok, ne csak úgy menjünk el egymás mellett, lehet, hogy bajban van valaki, segíteni kell. Elvégre Börgön nem egy akkora terület, és jó, ha mindenki ismeri egymást, együtt vannak, együtt élik át ezt a délutánt, amit most a város biztosít a számukra, nekem ez fontos. A családos összejövetel megmutatta, az elmúlt időszakban sok gyermekkel gazdagodtak a Börgönd pusztai családok. Börgönd most már nem puszta, Börgönd, mert ugye Székesfehérvár, Börgönd nagyon sok fiatal házas pár van, tehát nő a lakóknak a száma. Nagyon sokan építkeznek, és a kicsi babák egymás után jönnek a napvilágra, ami szintén nagyon jó, mert ezáltal mi magyarok szaporodunk. Júniusban további két városrészben várják családi piknikkel az érdeklődőket egy-egy hétvégén. Szedreskertben a Csónakázó tónál 12-én, Marosegyen 18-án.